festői környezet, nyugalom, béke. Ezekkel jellemezhetnénk a Hévízi Kis Helikon Hotelt. Nem csoda, hogy immáron harmadik alkalommal választja ezt a helyszínt a Magyar Gasztronómiai Szövetség, hogy a gasztronómiai világbajnokságra itt is készülhessenek a séfek. Ebben az évben is megrendezik a szakácsok versenyét, november 8-án Prágába várják a különböző nemzetek versenyzőit. Magyarországot Adamek Balázs fogja képviselni, de addig sem tétlenek a konyhamesterek, a felkészülés folyamatosan zajlik. Igazából Hévíz most már évek óta támogatja a Gasztronómiai Szövetség munkáját, illetve Hévízváros képviselte két esetben is, Luxemburgban és Prágában, illetve tavaly Erfurtban, így akkor három esetben is Magyarországot a Hungarikumok standjával, amely a hátteret adta mindig a világversenyeken, a gasztronómiai világversenyeken a versenyzőknek. Miért kell a háttértámogatás ezeknek a versenyzőknek? Hát az európai országokban szinte minden vezető nagyhatalomnál, például Franciaországnak is mindig van egy ilyen háttérstandja. Ez azt jelenti, hogy ide hívják meg a versenyzőket a különböző eseményekre, és ez mindig sajtónyilvános. Tehát azt jelenti, hogy ők megjelennek a külföldi sajtóban is. Valamint ezek a standok látják vendégül a zsűrinek a különböző szabad idejében azokat a lehetőségeit, amikor beszélgetni lehet velük, amikor akár az országról, akár a mi világunkról, és természetesen a gasztronómiáról is be lehet számolni, meg lehet tudni a véleményét a zsűrinek, és ez nagyon fontos, hiszen szinte baráti kapcsolatok alakulnak ki ez idő alatt. A hévízi helyszínen több szakember dolgozott, köztük Balázs Gergő séf, aki több nemzetközi versenyen, például tavaly az olimpián is szerepelt a magyar csapat kapitányaként. Itt 150 főre kellett 5 óra alatt elkészíteniük egy levest, kétféle főételt, egy vegetáriánus ételt és egy desszertet. Végül 2 ezüstéremmel tértek haza. Gergő a prágai megmérettetésen 2015-ben vett részt, itt a versenyzők munkáját segítette. Hát a hangulat a szenzációs volt. Ugye 2 évvel ezelőtt Prágában kezdődött ez a Watch Chef Challenge igazából Magyarországnak, mert innen jutottunk be Görögországba a döntőbe. Hát a prágai versenyről annyi, hogy szenzációs eredményt értünk el, bejutottunk a döntőbe. Ugye itt 4 csapat jut be a nagy döntőbe Görögországba, és ezek között köztük voltunk. Hát szerencsém volt Elek Richardot megismerni, ő volt a szakács, és úgymond én a háttérből segítettem az ő munkáját, a felkészüléseken rengeteg gyakorláson vettünk részt, segítettük egymás munkáját, illetve a prágai versenyen én voltam a timer coacha, ami annyit jelent, hogy kívülről segítettem az ő munkáját, azt néztem, hogy mikor, milyen feladatot kell készítenie, ellenőriztem, illetve tálalásnál segítettem az ő munkáját abban, hogy néztük, hogy mikor, milyen időben kell a meleget, a hideget, a desszertet tálalnia. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény volt így is, hogy segíthettem őt, illetve a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget, és büszke is vagyok rá. Elkezdtünk újra felkészülni, mivel hogy Prágában idén megint lesz verseny, és szerencsénk van itt felkészülni ezen a helyen, itt Hévízen, a Kis Helikon szállodában. Úgyhogy tökéletes a felkészülés, nagyon jó a konyhája, felszerelt, minden adott ahhoz, hogy tudjunk gyakorolni. És ezen belül szeretnék sok sikert kívánni a srácoknak. A nemzetközi versenyekre nagy izgalommal készülnek a séfek, de segítségre mindig számíthatnak. Adamek Balázs felkészítője, Volenter István is rutinos már a rangadókat illetően. Véleménye szerint nem lesz könnyű dolguk a magyar versenyzőknek, de biztos abban, hogy a szerencse melléjük fog állni. Minden ilyen nemzetközi versenyen meghatározzák a főbb alapanyagokat. Itt kicsit furcsa, ugyanis azért nekünk magyarként ugye tengeri dolgokkal elég nehéz dolgoznunk. Nyilván ez is egy feladat, hogy meg kell birkózni. Ugye az első fogás az mindjárt egy tengeri sügér, illetve jakab-kagyló páros, ami mondjuk azt, hogy nem őshonos, nem magyar alapanyag, tehát mondjuk azt, hogy vidéki konyhákon nagyon kevesen is találkoznak vele. A főételünk az már kicsit könnyebb, azt mondom, tehát borjú és libamáj. Ugye a libamájról mondhatjuk azt, hogy az még fekszik is nekünk, tehát abszolút ugye a magyar libamája szerintem mindenféleképpen versenyben vagyunk. Illetve a desszert az a csokoládé, ami meghatározott alapanyag. Itt még azt kell róla tudni, hogy 60%-ban csokoládét kell tartalmazni a desszertnek, szóval egy elég tömény dolgot képzel az ember általában ebből, hogy mennyi ennek a desszertnek a csokoládé tartalma. Tehát ugye ez is a feladatok közé tartozik, hogy ezt azért fel kell könnyíteni. Szóval azért mégiscsak modern és könnyű desszert legyen ebből a töménytelen csokoládé mennyiségből. Nehezebb akkor egy kicsit ezeket az ételeket elkészíteni, így, hogy nem mindennapi részei a magyar konyhának?
Hát mindenféleképpen igényelnek ugye nagy alapanyagismeretet, illetve hát azért szerencsések vagyunk, mert viszonylag könnyen beszerezzük ezeket az alapanyagokat. A másik könnyű dolog az, hogy magunkkal visszük a versenyre, tehát nem ott fogják adni, hanem mi visszük magunkkal. Tehát igazából amit mi kiválasztunk a piacon vagy a beszállítótól, azzal fogunk dolgozni. Úgy tudom, hogy ördögszekérgombával is fogtok dolgozni. Mit kell erről tudni? Ennek olyan egzotikus neve van. Hát pont ez a lényeg. Egyébként gomba, tehát semmi extra nincs benne, de a viccet félretéve ez egy nagy méretű gomba, amivel viszonylag könnyű dolgozni, és én azt is gondolom, hogy kicsit azért erősebb íze van, mint általában a termesztett gombáknak. Ugye ez termesztett gombáról beszélünk, tehát nem vadon termő gomba. És itt ennek azért esztétikai oka is vannak, hogy ezt a gombát választottuk, illetve azért az ízében azért tökéletesen beleillik az étel kompozícióba. A Hévízen is felkészültök többek között, most jelenleg is sűrögtök, forogtok a konyhában. Hogy tetszik nektek a helyszín, mit gondoltok erről a helyről? Hát ugye, hogy végig gondolom az elmúlt egy évet, akkor most vagyunk itt harmadszorra, és nagyon örülök neki, hogy ismét meghívást kaptunk, és lehetőséget biztosítanak itt számunkra, hogy fel tudjunk készülni ugye erre a versenyre is. Ugye, mint tudjuk, Hévíz a világ közepe, és hát ide mindig jó visszatérni. Ada meg Balázs számára sem ismeretlenek a világversenyek, többek között Luxemburgban és Erfurtban is főzött már, valamint a magyar nemzeti szakácsválogatott tagjaként is versenyzett. Hévízen sem először jár, nagyon szereti a fürdővárost, könnyen tud itt készülni. Hát az alapanyag megadott, ezek a kötött elemek, és akkor a többit összeállítjuk, azért vannak segítőim, mint Volenter István és ugye a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, úgyhogy tőlük kapok segítséget. Mennyi idő alatt kell elkészülned? Tálalással együtt 3 óra fog a rendelkezésünkre állni. Ugye lesz egy csapattársam is, Murányi Mercedes, ővele fogom elkészíteni ezeket a fogásokat. Mióta készülsz egyébként erre a prágai versenyre? Hát erre a prágai versenyre egy másfél-két hónapja készülök fejben. Gyakorlatban eddig 2-szer főztük le. Most lesz a 3. alkalom, és még úgy van tervezve, hogy még 5-ször fogjuk elkészíteni, hogy minden rendben legyen. Városunkban tehát egy díszvacsora keretében mutatták be azt a menüt, amivel Prágában szeretnék lenyűgözni a zsűrit. Az előétel füstölt tokhal lesz, amit tengeri sügér követ majd vajban pasírozott Szent Jakab kagylóval, ezután egy fekete körés borjú karajfilét tálalnak ördögszekérgombával, füstölt libamájjal, gulyásmártással, végül egy csokoládés málnás tökmagos költeménnyel koronázzák meg a fenséges ételsort.